Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk George F. Hemingway, a Budapest Honvéd tulajdonosa, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok! Mert hogy sok mindenről tudunk beszélgetni, ugye a legújabb hír az az, hogy hamarosan most már tényleg költöznek, mert hogy elkezdődik a stadion építkezés. Azon gondolkodtam, hogy vajon uh, uh, Miért csak most? Uh, tulajdonképpen már jó néhány stadion felépült, ugye úgy volt évekkel ezelőtt is már beszélgettünk arról, hogy hamarosan esetleg el tud kezdődni, és végül is még csak most fog eljönni az az idő, amikor költözniük kell. Miért húzódott ezzel ennyire? Hát ugye én az első pillanattól kezdve mondtam itt is, amikor itt voltam, hogy először az utánpótlás központnak kell elkészülni, és utánpótlás központ csak most készül el uh, júniusi átadás, június, uh -huh. júliusi átadásra, június-júliusi átadásra. Úgyhogy amikor az elkészül, akkor kezdjük építeni. Tehát nem azért nem épül a stadion, mert nem akarják építeni, nem azért, mert nagyon kérésünk az volt, hogy várjuk meg, amíg az utánpótlás központ befejeződik. Azt elmondaná, hogy az utánpótlás központtal kapcsolatban milyen fejlesztések voltak, hogy mi a változás? Hát az utánpótlás központ egy, egy csoda. Gyönyörű hely, 13 hektáron, 8 pályán, ebből vannak műfüvesek is, kispályák is, rendes füvesek is. A 4200 négyzetméteres épület, beépített épület, terület. Én elmentem többek között a Real Madrid tréning centerébe is, ott is megnéztem, azt is megnéztem, és ahhoz próbáltam az egészet igazítani. Egy, egy nagyon szép dolog, szóval azt gondolom, hogy magyar labdarúgásnak nagyon szüksége van erre. Most a napokban azt nyilatkozta, hogy ha megfelelő ajánlatot kap, akkor bármelyik vállalkozását eladja. Ez eddig nem történt meg már, mint az ajánlattétel, de hogyha készen van az utánpótlás központ, hogyha felépül a stadion, ami ugye nem a honvéd tulajdona lesz, de mégis egy olyan csodálatos stadion, amibe öröm lesz majd menni, az mennyivel növeli meg a vállalkozásának az értékét? Csak hagyd mondjam hogy én 11 év óta mindig ezt nyilatkozom, akkor megkérdezik. Tudom, tudom. Elmondom, hogy, hogy nem adtam el enyém az a, enyém a klub. De minden hát társaság, ami az enyém, ha valaki olyan ajánlatot tesz, akkor nem mondja, tudom. Én mindig ezt mondom, hogyha semmi változott... De ha most nem... én holnap bejelentkezem, hogy szeretném majd két év múlva megvásárolni a Honvédot, akkor mennyivel nő az értéke ennek a, a vállalkozásnak ahhoz képest, ami mondjuk tegnap előtt, ami tegnap előtt ért? Hogyha kép lesz a stadion. Ne. Ezt nem tudom elmondani önnek, hiszen a stadion nem az enyém. Tehát ugye ez egy, ezért ezt nem tudom értékelni, hogy mennyire növeli vagy nem növeli. Az ember szebb helyen játszik, hogy jobban néz ki, biztos valamivel növeli talán, de ennek semmi köze nincs ahhoz, amit én csinálok vagy nem csinálok. Általában a plegykák, amik, azok csak plegykák. Na és akkor azzal kapcsolatban, hogy ki kell költözni, meg aztán majd valamikor visszaköltözhet a csapat, arra mikorra számítanak? Én azt remélem, hogy júliusra minden megtörténik, ez, ez a remény. Júliusra, júliusra készen lesz a stadion? Júniusra készen kell. Bocsánat, félreértem, az utánpótlás közben beszél Nem, most nem, nem, nem a stadionról. stadionról. Oké, okay. én azt gondolom, hogy nyáron, ősszel elkezdik, 2019 végére, 2020 elejére kész kell, hogy legyen. És addig végig az MTK stadionjában fognak majd játszani? Ja, azt olvastam, hogy ott sikerült be, szerződést kötni. Mi szerződést kötöttünk az MTK-val, hogy azokra a mérkőzések, azokat a mérkőzéseket ott szeretnénk játszani, mert nincs stadionunk, ott fogjuk játszani. Ez akkor azt jelenti, hogy a szurkolóknak nem kell tulajdonképpen messzire elutazniuk ahhoz, hogy a csapatnak tudjanak szurkolni. Tehát nagyban nem változik a helyzet, talán csak annyiban, hogy oda kell szokni majd egy kicsit, hogy hazai pályának érezzék a játékosok Igen. is. Ez ezt jelenti, és azt is, hogy egy nagyon modern, szép, minden igényt kielégítő stadionba fogunk játszani. Az MTK stadion nem nagy, de nagyon szép, nagyon jól meg van csinálva, nagyon funkcionális. Nincs még vége a bajnokságnak, természetesen, és hát van tétje is az utolsó mérkőzésnek, mert hogy esetleg eldőlhet rajta, hogy a még a harmadik helyen végez és mondjuk ezzel nemzetközi kupában induljon. De azért mégis arra kérném, hogy ezt a szezont egy kicsit értékelje nekünk, hogy mennyire volt olyan, mint amilyennek szerette volna címvédőként. Hát nézni ide, tavaly. Bajnokok lettünk. Ez egy csodálatos élmény volt. Én nem gondoltam, hogy idén, id, id, idén ismételni fogunk. Én azt gondoltam, és szeretném, én mindig azt szeretném, hogy európai Európa-kupa kupaindulást, tehát európai kupaindulást érjünk el. Ez Európa Liga lenne. Ez azt jelenti, hogy vagy harmadiknak kell lennünk, vagy pedig úgy negyediknek, és újpest van előttünk, mint harmadik, mert ők megnyerték a Magyar Kupát. A, azt gondolom, hogy a körülmények, Körülményeknek megfelelően szerepeltünk, a játékosok hajtottak, a játékosok rendesen dolgoztak. Az első, az első részben, tehát az őszi szezonban nem volt meg a úgy gondolom az edző irányítás, ami kellett volna. Tavasszal meg lett, és azt hiszem, hogy elég sikeresen szerepeltünk. Ha valaki azt gondolta, hogy ismétlünk, akkor én azt gondolnám, hogy az nem volt reális mert van két-három csapat, amely a költségvetése sokkal nagyobb, mint a miénk, tehát mindennek össze kell jönni ahhoz, hogy mi a mi költségvetésünk kell, bajnokok lehessünk. Az Európai Kupa indulást miért tartja ennyire fontosnak? Az Európai Kupa indulás, ha tudunk menni két-három kört, meghozza azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy null legyünk. A játékosokkal kapcsolatban lehetett olvasni nyilatkozatait, hogy ha mondjuk öndöntene, akkor hol szeretne változtatni, de hát nyilván ez anyagi kérdés is lesz. Mi az, amire most így tulajdonképpen, amiről már lehet tudni esetleg? Hát van két-három játékos, akinek szerződése lejár, van, lesz két-három játékos, akit vagy elküldünk, vagy eladunk, én azt gondolom, hogy ezért 6-7 játékos szerződhettünk el most nyáron. Ez nekem nekiálltunk két-három hónap ezelőtt, és dolgozunk rajta. Ezek lehetnek magyar, lehetnek külföldi játékosok, és úgy néz ki, hogy négy-öt fiatal játékos felhozunk az, az MB1 es csapatba az akadémiáról, azok mellett, akik már fönn vannak. A legutóbbi nyilatkozatában azt olvastam, hogy azért annak nagyobb a valószínűsége, hogy ha hoznak játékosokat, akkor külföldi játékosokat, és nem magyarokat. Igen, hát most úgy néz ki a helyzet, hogy a magyar játékosoknak, még a rendkívül középszerű játékosoknak is olyan anyagi igényeik vannak, amiket mi nem kívánunk teljesíteni, és nem mondom, hogy ebben egyedülállók vagyunk, de van több csapat, amelyik hát véleményem szerint nem piaci alapon fizeti a játékosokat. Ez alatt azt értem, hogy túlfizeti túl egy magyar játékost, nem a képességei szerint fizeti, és ezért jobb arra pozícióra egy külföldi játékost alkalmazni. Nekünk létkérdés az, hogy mi hozzuk fel az akadémiai játékosokat, akik természetesen, természetesen magyarok, hát ők jönnek föl, ők szerintem fogják tovább, is a gerincét alkotni a csapatnak, de azokat a játékosokat, akik hiányoznak, akiket hozni kell, mi nyugodtan hozhatjuk külföldről is, ha csak nem találunk megfelelő magyar játékos. Márpedig a magyar játékosok ma túlfizetettek hogyha mondjuk lesz hatú játékos a csapatban, és lesznek fiatalok, akiket a közeljövőben kell majd beépíteni, akkor azért az meglehetősen sok változás egy csapat életében. Ennek tükrében milyen eredményeket vár a következő évtől? Ugye bajnoki címet nyertek, most a harmadik, negyedik helyen végeznek. Mi lesz a jövő évnek a célja? Én változatlanul remélem, hogy az Európai Kupa indulást kitűzhetjük a -e reális célnak. És ehhez egyébként az, hogy most nem a saját stadionjukban fognak játszani, ez mennyire, mármint az anyagiak megteremtéséhez, mennyire járul hozzá, vagy járul hozzá kevésbé? Arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg tud-e arról, hogy a szurkolókból mennyi lesz az, akit tovább lehet vinni majd a másik stadionba? Természetesen ezt nem tudom. A Honvédnek elég kitartó tábora van, és jó kapcsolatunk van vele, a csapatnak jó kapcsolata van velük. Én azt gondolom, hogy ők eljönnek a MDK stadionba is, hát egy pár busz megálló, szóval, nincs messze. Most azért azt lehet mondani, hogy stabilan ott van a csapat az élvonalban. Ehhez képest ön nagyon sokszor nyilatkozta, hogy az egyetlen olyan bajnok csapat, amelyiknek nincsen szponzora. Ezen a helyzeten lehet változtatni? Úgy látja, hogy van arra esély, hogy esetleg ez megváltozzon? Nem. És miért nem? Magyarországon az üzleti szponzoráció nem működik, és én nem látom az esélyét annak, hogy most a közeljövőben ez megváltozna. Amennyiben az üzleti életben a vállalatok elkezdenek ismét a futballcsapatokat szponzorálni, üzleti alapon én úgy gondolom, hogy a Honvéd az első számú jelölt. Én azt gyanítom, hogy erre azért nem számítottam, amikor a Honvédot megvásárolta, de ez mennyire nehezíti meg az ön helyzetét, hogy mondjuk ez az állapot jelen pillanatban? Nem számítottam arra, amikor megvásároltam, és nagyon megnehezíti a helyzetet. Hát vannak pozitív dolgok is, és vannak kevésbé pozitívak is, meglátjuk, hogy hogy alakul majd a hétvégi mérkőzés, és akkor talán beszélgethetünk majd újra ilyenekről. Köszönöm szépen, hogy most is eljött hozzánk. Én köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.